Művészeti Kavalkád címmel összművészeti, vagy legalábbis művészetek találkozásával indít előadássorozatot az Újpesti Kulturális Központ. Vendégem az előadássorozat szervezője, az Újpesti Kulturális Központ művelődés szervezője, Katona Gyöngyi. Köszöntöm a stúdióban, kezicsókolom. Ez egy három részes sorozat, az egyik már megvolt, csak hogy kezdjük ezzel. Ez volt a Regős Emlékkoncert, ez egy jazzkoncert volt, amit egyébként a kedves nézők láthatnak is majd az adásunkban. És egy hét múlva, április 18-án Keresztutak címmel folytatódik ez a dolog. Mi is ez? Hát tulajdonképpen fiatal művészek kerestek meg azzal a céllal, hogy mi lenne, ha ők bemutatkoznának itt Újpesten. Van erre lehetőség, és én amondó vagyok, hogy nagyon fontos, hogy a fiatal értelmiségieket is megszólítsuk, és ez a műsorterv engem meggyőzött arról, hogy ezt valóban érdemes támogatni. Mi lesz a Keresztutak? Hát a Keresztutakban 5 fiatal vesz részt, 2 képzett táncos, ezen kívül képzőművész, zenész és egy színész. Mm. Tehát, hogy valóban akkor ez egy összművészeti előadás lesz. Abszolút, és egymást inspirálják tulajdonképpen az alkotás pillanataiban is, hogy ez egy folyamat, amit egymás is, egymás segítségével is jobbá, szebbé tudnak tenni. De ezek a folyamatok, ezek a művészeti produktumok ott is akkor készülnek? Tehát lesznek improvizációk is, így van. Nyilvánvalóan van egy fűzér, amire fölfűzik a gondolataikat, de a képzőművész, hogy ott mit fog alkotni, vagy a zenész mit fog játszani, az ott abban a pillanatban fog eldőlni. Tehát a képzőművészt és a zenészt is inspirálja a színész, inspirálja a táncos, vagy táncosok. Igen. És ebből alakul ki valami izgalmas dolog akkor, hogyha, igen. Tehát nyilvánvaló, hogyha jól értem. Igen. Nyilvánvaló, hogy a színész, az annak a mondandója azért az van legint az adott. A téma is adott, mert a szeretetről fog szólni, a szeretet különböző megnyilvánulási formáiról. És akkor ezt hogyan jeleníti meg a két táncos, egy férfi és egy nő, illetve a képzőművész és a zenész? Kik a művészek? Hát a művészek, ABC sorrendben fogom mondani, az a legtisztességesebb, Csizmadia Tamás, Csordás Zita, Meleg Gábor, Purszki Lilla és Zanati Pintér Márk. És ők akkor fiatal? Fiatalok, tehát ebből 3 fiatal a Pécsi Sebestyén általános iskola tanulói voltak, egy osztályban is jártak annó. Tehát, hogy Újpesthez is kötődnek. Abszolút, Újpest. Tehát Újpest, ezek közül 2 Újpesten lakik is, de mind a 3 az előbb felsoroltak, egy osztályba is jártak. Azért egyrészt derék, másrészt pedig kicsit veszélyes dolog ez talán, mert azért rétegművészetről beszélünk eléggé. Tehát jazzzel indult, és most ezzel, majd azért az inspirációkat is, a harmadik részét is megemlítjük majd. Mit gondol, mennyire fogékony erre az újpesti közönség, vagy ez az, amit még nem tudunk? Hát szeretném, ha fogékony lenne. Nyilvánvaló, hogyha a fiatalok kellőképpen bevetik magukat, és megtalálják a saját ismeretségi körüket, és őket mozgósítani tudják, akkor egész biztosan sokan leszünk. Kérdés, hogy ez sikerül-e? Hát ez majd jövő pénteken fog kiderülni. Hogyha sikerül, akkor ennek lehet folytatása? Hát én azt gondolom, hogy helye van Újpesten az ilyenfajta próbálkozásoknak, és ha nem velük, de akár velük is, vagy másokkal is, tehát mindenféleképpen én fontosnak érezném, hogy nyitni. Csak ez egy nehéz dolog, tehát nyilvánvaló, hogy nem egy kitaposott útról van szó, rizikója is nagy, de azt gondolom, hogy ha az ember megtalálja azokat a fiatalokat, akik meg akarják magukat mutatni, van bennük ez a fajta vágy, akkor talán a fiatal lendület is átsegíti a nehézségeken őket. Igen, tehát akkor ilyen erővel most tulajdonképpen arra is felhívhatjuk a figyelmet, hogy nem csak tehát nem csak a nézők figyelmét az előadásokra, hanem esetleg fiatal művészekét is, akiket ez érdekel. És mivel, hogyha a riporter lehet ennyire szubjektív, szerintem is nagyon fontos lenne, vagy nagyon fontos Újpesten egy ilyenfajta előadássorozat, hogy ezeket a, mondjuk rossz az a réteg művészet szerintem, de hogy ezeket a fajta művészeti ágakat is bemutassuk, hiszen biztos, hogy van közönsége, vagy legalábbis remélem. Említsük meg egy kicsit a májusi ennek a résznek az utolsó előadását, az inspirációkat. Ők egy picit idősebbek, tehát ők középkorúak.
Tehát ne húzzunk ilyen határokat, igen, akkor csak fiatalok lesz. Így van, de mindenféleképpen is egy érdekes megközelítés lesz, mert ott három hölgy fog szerepelni, egy fuvalaművész, egy hárfaművész és egy kortárs táncművész, aki amellett még pszichológus is. És akkor ugyanígy egymást inspirálják. Ugyanígy együtt lesznek, igen, szintén a polgárcentrumban, és ők is a tükrös termet választották, mert ez valahogy ők is, tehát a pénteki, a jövő héten lévő előadás, meg a májusi adás résztvevőinek is felajánlottuk, hogy a színházteremben is előadhatják a produkciójukat, de ők úgy gondolták, hogy a tükrös terem sokkal inkább alkalmas arra, hogy a közönség és az előadók kapcsolata ne legyen olyan távol egymástól, tehát ez is egyfajta kísérlet, hogy bevonna a nézőket is jobban ebbe az előadásba. Mondjuk is, tehát ez a polgárcentrumban. Így van, polgárcentrumban a tükrös teremben lesz mind az áprilisi, mind a májusi előadás is. Lehet azért ilyen jellegű próbálkozásokat látni, legalábbis, tehát a jazzkoncert sikeres volt, elképesztően magas színvonalú, és akkor mondta már az egyik szervezője, a Szűcs István, hogy a jazz életet is ilyetén, hát nem tudom, be kéne indítani Újpesten, és talán az is egy ilyen nyitás lehet. Tehát, hogyha ezek sikeresek, akkor egyéb kezdeményezések is talán indulhatnak ezek mentén. Igen, én azt gondolom, hogy egyik hozza a másikat. Tehát, hogyha az ember megismer fiatalokat, akkor ők nyilvánvaló, nekik is van egy olyan körük, akikben újabb ötletek merülhetnek föl. Tehát így tulajdonképpen föl tudjuk egy picit térképezni esetleg Újpest egyéb tehetségeseit is. Legyen így, tehát akkor április 18-án, pénteken, hány órakor? 19 órakor. 19 órakor a Polgárcentrum tükrös termében Keresztutak című összművészeti előadás. Katona Gyöngyinek pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.